kívásunkat, és rendhagyó módon csütörtök este találkozhatunk egy kiállítás megnyitóján itt a Rendesvillában. A múlt hónapban is egy születésnaphoz kapcsolódó kiállítást nyitottunk meg, most ismét egy születésnapról beszélhetünk, hiszen az Ötkor képzőművészeti csoport január 23-án ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, tehát ez a kiállítás kapcsolódik ehhez a szép évfordulóhoz, a címe is utal már erre. Engedjék meg, hogy köszöntsem elsősorban az Ötkor képzőművészeti csoport 5 művészét, és itt most ABC sorrendben haladnék. Árvai Zolta, aki a kiállítás rendezéséért is felelős, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Kuller Ágoston és Magyar József. Köszöntöm még körünkben Pészabó Ernő művészettörténész, aki majd a kiállítást megnyitja. Valamint köszöntöm még Karafa Attillát, Dunaszerdei Város Önkormányzata a Kulturális Szakbizottságának elnökét, valamint a Kortárs Magyar Galéria kuratóriumának megjelent tagjait, Almási Robert festőművész. Igen, és persze, mondd el akkor te. Császárbíró Lillát, aki a mi anyucikán. Noha egy kis időbeli különbség van. Ő a Motor Villa közösségi ház igazgatónője, aki nekünk nagy támogatók. És még a kuratórium tagjai közül mi kifelejtettük Szakál Máriát is. Szintén köszönjük. Elsőként át is adnám a szót Árvai Zoltának, hogy mutassa be röviden a csoportosulásukat. Na erre nem gondoltam, de akkor bemutatom. Tulajdonképpen mi nagyon régóta ismerjük egymást. Külön-külön alkotó művészek voltunk, és egyszer csak úgy döntöttünk, hogy mi fogjunk össze és alkossunk egy csoportot. És tulajdonképpen ebből alakult ki az Ötkor csoport, ami azt jelenti, hogy Ötkor, ami azt jelenti, hogy öt különböző életkor, de az alakulásunk dátuma is szinte, nem mondok-e mindent, öt órakor történt. Egyet történt, de módosítottuk az dátumot. És tulajdonképpen most előre teszem azt, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a hozzánk való nagyon-nagyon kedves, baráti, segítőkész hozzáállást. Örülünk, hogy ezen a helyen kiállíthatunk, elegáns, megtisztelő, sőt, mit mondjak, mikor bejöttünk ide, akkor meg is lepett annyira, hogy tulajdonképpen ez egy fantasztikus galéria, ahol megtiszteltetés részt venni és kiállítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Köszönjük szépen, most felkérném Pészabó Ernő művészettörténészt, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim! Pannon Töredék, Töredék gondolat, Párok angyal, Főpróba világa, Főfa, kiállítás bejáratával szemben aféle ízelítő tömörítményt alakítottak ki a kiállítók, egy olyan műegyüttest, amelyben felvetődnek az alapkérdések, amelyekkel foglalkoznak ők, és amely kérdésekről azután a kiállítás nagyobb egy-egy művész munkásságának szentelt része ad majd bőven alaposabb választ. Mi a helyzet például, teszi fel a kérdést ezeknek a műveknek a láttán, az embert és embert, a csoportokat, népeket, nemzeteket, kultúrákat, vallásokat elválasztó falakkal. Hogyan rombolhatók le a falak bárhol a világból, és különösen itt, Pannoniában, ahol élünk?
töredékekből, amelyekben a világ most szétult, hogyan állítható újra össze a teljesség. Segít ebben a munkákban, a teljességkeresésben az embernek, az Istennek és a földi világ között közvetítő angyal, vagy a 21. század elejére békét magunkra maradtunk? Valójában elkezdődött egyáltalán az a munka, ennek a teljességnek az összerakása, azaz az előadás, hogy egyik műnek a címe mondja, hogy egyelő a főpróba folyik, és a sikeres szereplés most megkoszorúzhatja a világ, majd csak a tényleges előadás után. Költői kérdések ezek, de gyakran föltesznek hasonlókat művészek, a művek szemlélői, akik mi vagyunk, és mindazok, akiknek fontos az emberiség jövő. És hogyan elhangzanak a kérdések itt és most, azaz 2015. február 19-én Dunaszerdán a Kortárs Magyar Galériában, nyilván így hangzottak el valahogy nagyjából 10 évvel ezelőtt, kicsit több mint 10 évvel ezelőtt, 2005. január 23-án. Éppen 5-en voltak egyébként együtt a kérdezők, ahogyan már elhangzott, akik a kérdésekre közösen kerestek feleletet, pontosabban azt keresték, hogy ezekre a kérdésekre hogyan lehet hatékonyabban feleletet adni, és így született meg tehát ennek a csoport meglakításának a gondolata. És valóban talán még az órát is megnézték, hogy a mutató elérje az 5-öt, amikor kimondták a csoport megalakulását, hogy olyan szellemes legyen a dolog, valóban egyszerre utaljon az 5 különböző életkorra, és arra pontos 5 órára, amelyben éppen kimondták a boldogító igen. 4/6-ra sikerült összehozni, mennyasszony ezek szerint hezitált egy kicsit. Itt Álvai Zoltán, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Ule Vágoszton és Magyar József azóta gyakran állít ki az 5-kor csoport tagjaként, mert ők közben egyéni kiállításokat is rendeznek, vagy más variációban mutatják be együtt munkájukat. A szószoros értelmében új színekkel és ugyancsak szó szerint nem kevés dinamikával gazdagítva a kortárs magyar művészeti életet. Több olyan tálatot rendeztek az elmúlt 10 évben, amely valamiképpen ezzel a dinamikával, a mozgással, hely és az állapotváltozással, különböző rétegek, minőségek közötti átjárással, a falon való áttekintéssel, kölcsönhatással foglalkozott. Nyilván éppen az említett kérdésekre adható feleletek megfogalmazását elősegítve. 2006-ban például transzparencia jelenségét vizsgálták a Karinthi Szalonban, egyéb múlva a fent és a lent viszonyát a Fruzsipót Városi Galériában, rendeztek már kiállítást a József Attila Klubban 2009-ben átjáró címmel, és adta a kortárs művészeti keresztmetszetet megalakulásuk 5. évfordulóján a Kondor Béla közösségi ágyban. Meg kell mondani, hogy a kortárs magyar művészeti életnek, mondom ezt Felvidéken is lehet érezni, igencsak szüksége is volt és van ma is ilyen új impulzusokra. Mert az nyilván igaz lehet, hogy 2005-ben talán még nem nagyon tűnhetett föl, hogy egyre szaporodott a magyarországi művészcsoportok száma, hiszen akkoriban még általában is nagy volt a mozgás, az igyekezett, ami elindult a rendszerváltozás időszakában. A következő évek meglehetősen szomorú változásai, legalábbis Magyarországon, az állam, az önkormányzatok folyamatosan csökkenő támogatási kedve, a Nemzeti Kulturális Alap kasszájának a kiürülése azonban világgyorsan lelassította a művészeti életben belüli mozgásokat, és nem csak az egyes társaságok által rendelt kiállítások száma csökkent le, de korábban létrehozott galériák, kiállítóhelyek működése került veszélybe, és olyan a rendszerváltozás után megalakult társaságoknak a működése is kérdéses vált, akik pedig sokat letettek a korábbi időszakban. Évek óta tart ez a folyamat, és úgy tűnik, máig sincs vége. Úgy tűnik tehát, hogy ma is igen időszerűek azok a gondolatok, amelyeket a Pestenszlőinci ötök a megalakulást bejelentő kiáltványban megfogalmaztak. A művészet a valódi értéket kívánti társadalmi méretekben egyre jobban terjedő és mind mélyebb közön mögött ugyanis olyan mély aggasztó jelenségek rejlenek, amit ők is látnak, a gazdagodás, a sikeresség kizárólagos értékmérője válása, a szabadossággá vált liberalizmus, az önzés, a morál, a lelki, az esztétikai értékek háttérben szorulása. Mindez nem egyszerűen néhány művésztársaság, de a nemzet egészének jövője szempontjából jelent riasztó perspektívát. Lehet-e elmélyült munkáról, mesterségbeli tudásunk folyamatos gyarapításáról beszélni, ilyen körülmények között tették fel a kérdést 10 évvel ezelőtt, délután 5-kor, tehát vagy 4/6-kor, a
csoport tagjai, és most a már említett tálalmok, vagy fél évvel a budapesti Mazar Galériában rendezett egy kicsit előrehozott születésnapi kiállítás után újra csak délután 5-kor adnak lehetőséget a barátaiknak, a művek szemlélőinek, hogy a művek láttának kérdésre választ adjanak. Attól nem is választ válnak, hiszen a válasz magukban a művekben fogalmazódik meg, nyilvánult meg már a korábbi időszakban is. A program szerint ugyanis a mesterségbeli tudás szükségességéről, létjogosultságának a bebizonyításáról volt szó a művekben, mert a kiállítók szerint, illetve a kiállítók nem kívántak beletörődni abba, hogy megszerzett tudásuk a jelen közmédia szintjének a szintjére degenerálódjon. Nos, Árvai Zolta, így balra látható, háborús és békés világok című művének a kis képernyőjét látva, akár még arra is gondolhatnánk, hogy a közmédia alattomos támadásra készül is Dunaszerdőn és a portás művészet ellen. A helyzet azonban az, hogy a csoport ezen a 10. évfordulón rendezett kiállításon, ahogyan a cím is mondja, éppenséggel a magánmítoszok bemutatásával kívánja felvenni a kesztyűt a művészet ellenes világ kihívásaival szemben. És nem csak arról van szó, hogy újból egy ilyen jó kis ütős, hangzatos címet találtak ugye a kiállításnak, egy jó választott motto. Arról van szó inkább, hogy valóban a múló idővel a csoport művészei egyre inkább kiforrottá váltak, egyéni hangvételeiket ugyanakkor megtartották. Ahogyan a rövid ajánló szövegben olvashatjuk, a szakmai gondolkodások különbözőségei mesterségben igények magas szintű gyakorlása fogja össze. Árvai Zolta széles skálán mozgó, nagyvonalú gondolatiságával folytat párbeszédet, Bakos Tamásnak az emeletten látható anyaga, a részletekre kiterjedő grafikusi szemlélettel. Bodnár Imre érzékeny mészkarcsalgait a szomszéd teremben, rajzaival hívja fel ismét magára a figyelmet, míg Uller Ágoston lírai asztrak paszteljei, illetve Magyar Józsefnek nem minden nap ironik is vipálása külön értéket jelent. Öt művészi attitűd. A léc egyre magasabbá tétele az összetartó erő közöttünk, olvashatjuk ebben a bizonyos ajánló szövegben, amelyet persze megint csak egy kicsit ilyen bulvárosnak érzek, ahogy tetszik a médiában való. Azt hiszem, hogy ez a közös kiállítás egy kicsit több figyelmet is megérdemel. Árvai Zolta összeállításában például két ellentétesnek tűnő világot különböztetettünk meg, vagy figyelhetünk meg, balra, pontosabban jobbra, pasztelles, okkeles, barnás színben feltűnő művek sorozata, a másik oldalon sötét, drámai hatású alkotások. Mindkettőnél találunk viszont a műbe applikált tárgyakat, képeket, szövegtövedékeket, találunk lámpát az egyik oldalon, és mint mondtam, képernyőt a másikon. Ariadné fonalát hívja segítségül, vagy kínálja nekünk, hogy egyik művének a címét idézzem, hogy az idő, a történelem az emberi sorsok labirintusában, az említett háborús és békés világok, a tövedékek és az emíciók között megtaláljuk az igaz utat. Kiállít egy tárgykorlást Magyar József is, fából, növényi termésből és üvegolyókból áll, de nála a legfontosabb a festői elemekből épülő, a montázs elve alapján egymás mellé kerülő, expresszív ecsetkezeléssel, erős vörös és zöld színekben megfestett jeleneteknek az együttese. Művei gyakran jelenik meg a cirkusz, a színpad világa, mondhatni, a művész világszínpada alakul ki ezekből a kis cirkuszi színházi világokból, amelyek a festői mellett a grafikai elemek hatásával határon körül, és amelyben egyé alakul az emberek és az állatok világa, egy különös hibrid világ keletkezik, amely hol ironikus, hol érzelmes, de nagyon rokonszenves színben.